Sziasztok, ez itt a Blockchain Bloom Hungary, a blockchain tudásforrás, én Pinky Antilla vagyok, és a mai videóban arról fogok beszélni, hogy bizony egy újabb megkönnyebbülés a Tether részéről és a kriptópiac részéről, ugyanis a Tether értékes pontokat nyert a csoportos keresetben, mivel a bíróság elutasította azt a bizonyos Rico állítást, hogy mi ez, majd erről fogok egy kicsit bővebben beszélni. Aztán a második hír arról szól, hogy egy felmérés alapján 62%-a azoknak az intézményi befektetőnek, amik még nem rendelkeznek bitcoinnal, azok bizony úgy, vagy hasonló kriptovalutákkal, úgy néz ki, hogy a 62 uk egy éven belül mindenképpen szeretnek kriptóba fektetni, tehát ez egy abszolút pozitív jel. A harmadik hír pedig, hogy Gary Gensler úgy néz ki, hogy támogatná a Bitcoin ETF-et, de hát ugye ezt a bizonyos határidős Bitcoin ETF-eket, és ez nem igazán az, amit szerintem mi szeretnénk kriptósok, de lehet, hogy egyenlőre első körben majd ez lesz belőle. Nos, ezekről lesz szó a mai videóban, és persze hozom majd a második felében a kérdéseket és azokra a válaszokat. A holnapi nap folyamán pedig egy olyan dolgot fogok majd beharangozni, amit nagyon-nagyon-nagyon sokan kértetek tőlem sokan szeretétek, már most tényleg hónapok óta ö, több e-mailt kaptam ezzel kapcsolatban, szóval hónap le majd lesz egy meglepetésem akkor nektek. És ha pedig nem vagy még itt, a legnagyobb magyar nyelvű kriptó YouTube csatornán, akkor mindenképpen csatlakozzál, hiszen láthatod, hogy én minden hétköznap hozom neked a legfrissebb kriptóluta és blokklánc híreket, mert a célom az, hogy te abszolút napra kész legyél, és tudjál tudatos döntéseket hozni amennyiben és tényleg érdekel téged a kriptózás világa, a blokklánc világa, nyilván akkor nézel ezt a csatornát. Ha pedig még több információra vágysz, tehát altcoin elemzésekre, heti elemzésekre a blokklánc adatok alapján, hogy hol tart a piac, különböző kérdezfelelek videókra, hogy te tehetsz föl kérdéseket kriptószakértőknek, oktató videókra, egy zárt Discord közösségre, akik csak ott vannak, akik a Patreon tagok, csak azok vannak oda, hogy Patreon tagok, akkor tényleg ott van a Patreon csoport. Most már mond ne jelentkezz, hiszen a hónap vége van, ezt már bír ki, a holnapi nap pedig inkább vár meg a reggel tizet minimum, mert nem úgy számolja az időt, ahogy magyar idő szerint, hiszen ez egy amerikai rendszer, tehát kicsi időelcsúszásban vagyunk, de a holnapi nap az, és nying a hónap eleje, ahol legjobban megéri egyébként belépni. Szóval a VIP-tagság az, amivel mindent de mindent tudsz euh, látni, ezért ha komolyan gondolod, akkor azt ajánlom, aki úgy gondolja, hogy még plusz információra is vágyik. És ugye mindig tudsz majd ott tőlem kérdezni, az nagyon fontos, minden nap mindenkinek ott válaszolok. És akkor most térjünk rá arra, hogy hogyan is néz ki a piac CSN, láthatjuk, hogy ismételten bitcoin picit feljebb ment, 43.133 dolláron, tehát azért ez mindig egy oldalazás, 1,74%-ot, nagyon hasonlóan hozzá a Ethereum, de már megint 3000 dollár alatt, előbb még fölötte volt, 2972 dolláron. Ha megnézzük a nyerteseket, akkor láthatjuk, hogy OMG 13%-kal vezet, X Infinity 6%, és ott van Leo 6%, nem, óriás növekedések ezek. Az esős oldalon kint is esik, itt is esik, a Compound 11%-ot, Seller Network 10%, REN 7%, tehát ismételten egy ilyen vegyes napunk van. Ha megnézzük ezt a kis gyertyacsártot, akkor bizony láthatjuk ezen a négy óráson, hogy itt volt ez a nagyon klassz gyertyánk, erőgyűjtött, itt van ez a remek háromszög. Nézzétek, milyen szépen tartotta többször magát eddig ez a bizonyos 40 ezer körüli szint. Innen többször már visszapattan, de a trend ugye lefele ment, itt ez szépen átszúrta, nagy levegő, és akkor megint itt van egy kisebb lefelé menetel. Szóval a helyzet az, hogy ez bizony bárhogy is nézzük, bárhogy is szépítjük egy lefelé menő, cammogó trend jelen pillanatban. És bizony ezzel e, számolni kell. Azt mondják ugye nagyon sokan, hogy az év utolsó negyedéve az igencsak jó lehet. Hiszen, hogyha megnézzük a 2013-as évet, a 2017-es évet, és ezt nagyjából lekopézzuk, akkor bizony egy nagyon ígéretes októbernek, novembernek és decembernek nézzünk elébe. Ha esetleg tényleg megtörténik ez az ETF e, elfogadása, akkor e, az Egyesült Államokban, akkor az természetesen dobhat e, nagyot a piacon. De azt azért ne felejtsük el, kérem, hogy ez, tehát mindig azért nézzük a trendet, jó? Tehát, hogy lássuk, hogy hogy, hogy van. És bizony, nagyon könnyen benne van, és kérem, senki ne hitegesse magát azzal, hogy már pedig, ah, már tuti innen, aztán majd megyünk felfele. Nem. Nem biztos, hogy ez így lesz, ugyanis, hogyha megnézed itt a nagy képet, akkor itt már volt egy nagyon erős letörés, és ez a csúcs után itt volt egy fölmenetel, de elbuktuk és itt egy kisebb csúcs lement, és itt azóta újabb és újabb, alacsonyabb csúcsok születnek. Ez abszolút nem a bikás helyzet. Igen, természetesen benne van, hogy leszúrhatunk, akár még lemeltünk 38-ra, és onnan egy gyönyörű visszapattanásod év második felében. Igen, ez lehetséges, de azért senki ne vegye ezt garanciának. De amiért engem ez annyira nem foglalkoztat, hogy őszinte legyek, mert amiért én itt vagyok, az a kripto a blokklánc világa, amiben én hosszú távon hiszek. Innentől kezdve, hogy most a következő hetekben, hónapokban hogy alakul, mint alakul, számomra nem annyira fontos, ha azt nézem, hogy hiszem azt, hogy lesz majd a bitcoin 100 ezer, vagy több mint 100 ezer, vagy 200 ezer, az ethereum lehet 10 ezer, igen, lehet. Ez lesz a következő pár hónapban? Nem, nem, mert senki abszolút nem tudja fixen állítani. De a jövőben mindenképpen is, hogyha ezt így veszem, hogyha még akkor is, hogyha egy-két évet kell erre várni, akkor is bőven megéri nekem ebben részt venni, bármi mással szemben. Tehát azért kérem, senki ne ébreszt a magában hiú ábrántokat, jó? Tehát én is abszolút pozitívan állok hozzá, abszolút látok rá lehetőséget, hogy az év utolsó negyedéve jól sikerült számunkra, de hogy ezt így garantálni tudjuk, hogy tuti jó lesz, úgy, hogy elnézni a trendet, hogy az még, még lefelé is megy, olyat biztos, hogy nem mondanék. Viszont ha megnézzük ezeket a, a különböző blokkláncon lévő ö, adatokat, akkor lehet látni, hogy azok, akik rövid távon tartják a bitcoin, tehát ugye friss belépők, nézzétek meg, hogy itt is ugye ez a, a SOPR azt mutatja meg, hogy hol van az, ahol ugye veszteséggel szálltak ki, tehát konkrétan magasabb áron vették, de megijedtek és eladták. Hát látjátok itt ugye ebben az évben májustól egészen gazdagon júliusig egy ilyen időszak volt, aztán itt már az eladások természetesen, amikor eladták, hiszen ment fölfele, akkor az, az pluszban voltak, és most megint van egy ilyen apró pici, nyilván ez a pánikkeltés, ami a piacon van, ugye a nagyok szépen gyűjtögetik a, a, a bitcoint, és hát ne felejtsük el, hogyha 38 anál még lenéz, akkor onnantól pikpakot lehet már 30 on is, ha még azt is átszakítja, na jó, szóval akkor ezzel mindenképpen kell számolni. De a célom az továbbra is az, hogy szeretnék a kriptóban bennem maradni, hosszú távon gondolkozni, és hosszú távon szerintem ez mindenképpen jó lesz. Én ezért vagyok itt. Természetesen mindig örülök annak, hogyha rövid távon lehet sikereket elérni, de most lehet nyáron nagyon szépen gyűjtögetni a különböző altcoinokkal, ugye azokat az altcoinok videókat, amiket csináltam, azok is nagyon szépen mentek, ugye ott van a Patreonban, gyönyörűen lehetett belőle profitálni. Tehát mindig vannak lehetőségek, folyamatosan gyűjtögetek, de nem úgy gondolok rá, hogy kész, egy terv van, hogy idén, az év végén, bika piac, tuti siker, és onnan nyugdíj, mert, mert ez nem erről szól, hogyha így kockáztatsz, fölfele nem veszel ki profitot, akkor ne csodálkozz azon, hogyha hirtelen megint úgy fú, leesik minden, és akkor ott állsz, hogy oké, okay, akkor most hónapokig megint semmi nincsen, mit csináljak, szóval mindig abban gondolkozz, hogy hosszú távon ne, rövid távon akar csak sikeres lenni. Viszont ha megnézed a bitcoin mint vagy Egyébként a kriptó, csak most a bitcoin, mint legismertebb. Nézzétek meg, hogyha itt vannak ezek a gigászi nagy cégek, és csak az elmúlt tíz évet nézzük, nem tettél mást, mint 100 dollárt fektettél bele 10 évvel ezelőtt? Itt van, ha Alibaba-ba tetted ezt a 100 dollárt, duplázott, 200 dollárod lett. Kicsit még följebb nem fog egyesülni végigmenni. Ha Facebookba tetted, akkor durván ötszörözött, 500 dollárod lett hogyha Microsoftba, akkor már 10 szereztél 10 év alatt, és akkor már van ezer dollárod, de mondjuk Apple 2400 dollár, 3300 dollár az Amazonnál, tehát itt már 33-szorosztál, és akkor egy óriási rés, és nem 3300 dollár van 100 dollárból a bitcoin esetében, hanem 9,2 millió dollárod van. Tehát, látom, tehát azt szeretném ezzel érzékeltetni, hogy a Bitcoin az elmúlt tíz év folyamán összehasonlítva a többi ö, nagy befektetéssel, nagy lehetősége, hogyha itt a legnagyobb, világ legnagyobb cégeit nézed, akkor mit ment fel? És természetesen, ha a Bitcoin nem is ilyen ütemben, de azért továbbra is láthatóan ö, szépen tud muzsikálni, és ott vannak számos mások, a második legnagyobb az Ethereum, az mit fog menni a 2015-ben indult, a 2015-ös indulás, majd összehasonlítjuk a 2025-tel, tehát megint 10 év alatt, és utána, ha összehasonlítjuk akár a, a különböző más befektetésekkel. Tehát érdemes ezt figyelni, és ezért vagyok én személy szerint itt, mert úgy gondolom, hogy nem érdemes kihagyni, és ez nem tanács, hanem csak a saját vélemény, hogy a kriptópiazban is benne legyek. Ólin vagyok kriptópiazban, csak ezt csinálom, de hogy is. Természetesen több lábon állok, természetesen más befektetéseim is vannak, természetesen ugye, másik cégem is van. Tehát sok mindennel foglalkozom. Nem az van, hogy akkor minden csak a kriptó, és akkor ezt fogja megteremteni a jövőmet. Nem. De hogy nem hagyom ki ezt az itszer lehetőséget, ami ilyen szépen működik, az részemről biztos. Mert számomra ez fontos, hogy a portfólióm egy része a kriptóval legyen fektetve de hosszú távon gondolkozok, ezért igazából nem befolyásol, hogyha most fél évig nem megy jól, vagy utána jól megy. Ez mindig így van. Ha van olyan vállalkozás, amit csinálsz, akkor lehet, hogyha olyan területen fog, akkor ideig nem ment jól, utána majd, 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 majd jól megy hogy más befektetések, a tűzsdés ilyen, ha aranyára, akkor is hánys, az arany is megy, bankosokat sokat esik, van, amikor föl. Olyan nincs, hogy mindig minden ugye jó, és aki gyorsan akar meggazdagodni, na azok, akik mindig pórul járnak. Mert azt szik hogy a kriptó ez megoldja az életemet, és akkor innentől kezdve én nekem már nem kell akkor dolgozni. Nem. Olyan munkát keres magadnak, amit nagyon-nagyon szeres csinálni, amit valami klassz, hogyha bemész minden nap dolgozni. Legyen a saját cég, legyen az másnak a munkája, azt már te döntöd, de lehet, hogy alkalmazott vagy, lehet, hogy, 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 hogy tulajdonos annak a cégnek. Szeresd, amit csinálsz. Ez a fontos, és a kriptó meg egy bónusz, amiben részt lehet venni. De ne a pénztől, ne a kriptótól várd azt, hogy majd boldog leszel, meg majd jobb lesz az életed, nem ettől lesz jobb az életed, azt mindenki meg tudja magának teremteni. Viszont természetesen az anyagi szabadság több mindenhez hozzá tud téged segíteni, de nem a boldogsághoz, az biztos. Nagyon sok gazdag embert lehet látni, aki köze nincs hozzá. Na jó, akkor már is jöhet az első hír, ez pedig nem szól másról, mint a Tedderről. Ugye itt van ez az eset a Tedderről kapcsolatban, ugye Perelik és. Ez, ez, ez mindig én demokliz kardjaként lebeg a kriptó fölött, hogy hát tényleg, ha valami történik a legnagyobb stablecoin-nak, aminek igencsak jelentős piaci kapitalizációja van már, akkor az nagyon rossz hatása lesz a kriptóra. Na most egy kicsit fellélegezhetünk, ugyanis itt van, hogy a Tether érdékes pontokat nyert, ugye, a csoportos keresetben, mivel a bíróság elutasította ezt a RICO úgymond állítást. A bíró ugye elutasította az úgy számos vádpontját, amit a New Yorki délkerülete, New York -dél kerülete állít a Tether és a Bitfenex kriptováltó ellen indított csoportos keresetben. Ugye a New Yorki déli kerületben kedden benyújtott bíróság dokumentumok szerint a bíró jóvá a Tether és a Bitfinex anyavállalatnak is az infinex a Felperesük ügyében a legfontosabb követelések elutasítására vonatkozó kérelmeit, amely szerint a két cég manipulálta a kriptópiacot. Tehát ez ügyben ugye azt, hogy, hogy elutasítsák ezeket. Összességében a bíró helyt adott az indítványoknak, amelyek szerint öt teljes követelést és egyet egy részben elutasított, és egyébként még hat másikat is. A bíró között, hogy nem teszi lehetővé a befektetőknek, és itt jön ez a RICO, ugye ez a Racketeer Influence and Corrupt Organization Act. Egyébként ez a RICO alapján a követeléseket ugye támasztanak a TEDER és a PITFENEK szellem. Erre a TEDER itt már frappánsan nyilatkozott, hogy a peres eljárás nyilvánvalóvá teszi ezt az esetet. Ügyetlen kísérlet, pénzszerzése, amely meggondolatlanul károsítja az egész az ökoszisztémát. Tehát természetesen mit vártunk a Tedertől? Persze, hogy majd így fog erre rá reagálni, ugye, megmondtam. De ami a lényeg ennek az egésznek, hogy ebből most a Tether jött ki jól, és hogyha jól jön ki belőle, ez összességében jót tesz a kriptópiacnak. piacnak. Nyilván egy lefelelmenő trendben, hiába jön egy-két jó hír, az nem fogja feldobni a piacot az egekig, ha fölfelé mennénk most éppen egy felfelé trendben lennénk, akkor meg bármi apró bizony jó hír, va, vinnél vinné fölfelé a piacot, lenne egy-két rossz hír, alig éreznénk meg. Tehát ez mindig a trendnek megfelelően kell egyébként gondolkodni, csodát nem kell ezektől a dolgoktól ilyenkor várni, de összességében ez a kriptóban jó. Hát kívánom, hogy tényleg a Tether mögött ott legyenek azok a bizonyos fedezetek, amiket ígérnek, de előbb-utóbb csak lesz egy olyan könyvvizsgálat, ami mindent átvilágít, és akkor akkor már jó lehet majd látni ezeket a dolgokat. Oké, okay, következő hír. A következő hír pedig arról szól, hogy megkérdeztek számos olyan intézményi befektetőt és vagyonkezelőt, akik még nem fektettek bitcoinba és más kriptóba, és ezeknek a 62%-a azt mondta, hogy bizony egy, egy éven belül ezt meglépi. Az intézményi befektetők száma folyamatosan nő, ezt bizony lehet látni, a blokkláncon lévő adatokon folyamatosan lehet látni, hogy a bánák ugye továbbra is gyűjtögetnek. Miért nem érezzük meg az árban? Azért, mert ezek az OTC-k egy kicsit a háttérben történnek, nem a váltó mozgatják igazából ezeket a, a, az árakat, de szépen folyamatosan a gyűjtés az már beindult, ugye az adatokat lehet látni. És itt van egy kutatás, aminek az volt az eredménye, hogy amikor megkérdeztek 50 darab vagyonkezelőt és intézményi befektetőt, azok közül, akik még nem fektettek bitcoinba, a megkérdezetek között voltak az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Franciaországban, Németországban és az Egyesült Arab Emirátusokban is, és azoknak a 62% azt mondta, hogy bizony egy éven belül ők fognak kriptóba fektetni, hogy mindenképpen ugye erősítsék a, cégnek, a céget. És azt is ugye lehet látni, hogy ez most már kétség kívül van, hogy a kriptóba való befektetés egyre népszerűbb, egyre jobban mainstream az intézményi befektetők és a vagyonkezelő szektorban. És ez így megy tovább, már pedig ezeknek a száma csak növekszik, akkor a kriptó ezáltal csak még jobban mainstream lesz, még több pénz fog beáramlani, ami pedig összességében nyilván hosszú távon annak tesz jót, hogy ez a bizonyos iparág, a kriptó világa, nagyon szépen fog továbbra is növekedni, és egyre erősebb lesz, ha pedig egyre erősebb, akkor egyre nehezen elnyomható. Nem lehet igazából lekapcsolni ugye a bitcoint, vagy ilyesmit, de nyilván, hogyha megegyezés lenne számos ország között, a nagyok között a világban, hogy már pedig Kína nézőpontját követve ők is beállnak a sorba, akkor mindenképpen le lehetne lassítani a kriptónak a fejlődését. De jelen pillanatban azért közel nem erről van szó, az Egyesült Államokban azért most kicsit ugye olyan a helyzet, hogy akkor most oké, okay, engedélyezünk, de akkor agyon szabályozzuk. A következő évek ezt meg fogják mutatni, hogy milyen eséllyel, ezért mondom azt, hogy legyünk azért mindig óvatosak, figyeljük, hogy mi történik a piacon, de most jelen pillanatban úgy gondolom, hogy ezt az esélyt én magamnak megadtam, hogy ebben én részt szeretnék venni ebben az innovációban. A következő hír pedig arról szól, hogy itt van ugye Gary Gensler, aki bizony a, támogatja a határidős bitcoin etf eket de hát ugye azért ez nem az igazi. Gary Genslernek egészen addig örültünk, hogy az SCC élére kerül, míg uh, ugye el nem kezdte a tevékenységét, és onnantól kezdve már nem örülünk annyira neki. Hiszen oké, okay, hogy azt mondták, hogy, hogy ő tényleg a blokklánc témában egyetemen oktatott, és akkor végre örültünk, hogy egy olyan ember, aki eznek valamit ért ebből, de hát azért látjuk, hogy, hogy, hogy azért nem az igazi a dolog, sőt, hát azért sokkal jobban ezt a, a Wall Street és társai támogatja, mint a kriptó világot, és pontosan ezért van úgy vele, hogy ezekkel a határos bitcoin ETF-ekkel teljesen rendben lenne, és ezt a javaslatot ugye be is dobta. Ez Egyébként viszont számunkra annyira nem jó, hiszen mi a, ugye, a spot marketen azt a, azt a bitcoint szeretnénk, hogy igazi, nem, nem csak a bitcoin árához legyen ez egyébként kötve, hanem valós bitcoin legyen, olyan ETF legyen, ami mögött valós bitcoin van, mert az az, ami igazán tök jó tudná mozgatni a piacot. Ez inkább a Wall street a játéka, és hát nagyon jó, hogy ugye itt írják is, hogy Genszer külön ugye kiemelte a Bitcoin LTF-eket, amelyek olyan határidő szerződésekbe fektetnek be, amelyek a csikágói kereskedelmi tőzsdén kereskednek, és kapaszkodjátok még az 1940-es évi befektetési társaságról ö, szóló törvény alapján regisztrálnak. Tehát az úgynevezett 40-es törvény ö, ugye jelentős befektetői védelmet biztosít. Ez is nagyon durva, ha bemondolunk, hogy igazából 2021-ben, 1940-es törvény alapján ítéljük meg ezeket a különböző kriptókat még mindig. De hát majd idővel lehet, hogy ez is megoldódik. Az... Sokan azt mondják, hogy akár az első ilyen ETF az Egyesült Államokból az októberi hónapban, tehát a következő hónapban meg is valósulhat. Nos, ez egy nagy dolog lenne, mondom, ez a fajta, amit a Gary Gensler támogat, ez annyira nem de biztos ez is indítana azért valamit, valami, valami hype de nem ez lenne egyébként természetesen az igazi. Sokan pedig azt mondják, hogy lehet, hogy idén már nem fog megszületni ez a Bitcoin LTF az Egyesült Államokban, sőt, ugye két tucatnyi kérelem van beadva Bitcoin ETF-re, Bitcoin ugye yeah, ilyen Features ETF-re, Ether ETF-re, Ether Features termékre. Tehát tényleg bűven van bent pályázat, hogy melyiket hogy fogadják el utána, mert többet, tehát nézzék Kanadát, Kanada, aztán már egy ilyen vegyesed is elfogadottam ami, egy része bitcoin, egy része, Ethereum, és, és egyébként számos más több bitcoin LTF-et is. Tehát vannak országok, amik ebben már élen járnak, de a nagy az Egyesült Államoktól lenne. Ez biztos, hogy dobna a piacon, de én nem ezt a fajta LTF-et szeretném egyébként látni. De hát ez az én véleményem. Oké. Okay. Nos, következő jöjjenek a kérdések, és azokra a válaszok. Kérdezni úgy tudsz, hogy egyszerűen mindig az aktuális videó alá írsz, én pedig onnan szemezkedek és hozok egy pár kérdést a következő videóba, amennyi belefér, nyilván nem az összes, de mint látjátok, azért többre ott is szoktam válaszolni, ami az időmbe belefér. Szia Attila, ha már elmulasztott elhalasztottam a jelszót megadni a Ledgeren, mert nem kérte, tudom még valahogy pótolni? Tehát a, ha, lehet, hogy akkor te a Ledger, Ledger Live-ra gondolsz, mert ott tudod abszolút pótolni, tehát a képernyőn, ami a, a ugye a kezelő felülete a Ledgernek, a sokszor ugye előre nincsen jelszó megadva, de ha fölmész a jobb felső sarokba, ahol van az a kis um, fogaskerék, arra rámész, és ott van egy kicsit lejjebb, mész ott középtáját találsz egy olyan, hogy ott jelszót beállíthatsz, akkor azt átkattintod, megadod azt a jelszót, és onnantól kezdve a Ledger Live-ba csak jelszóval tudsz akkor belépni, akkor is, hogyha eredetileg ez nem volt. Még a kártyás személyi igazolvány előtti hagyományos személyt nem fogadja el a Binance a személyes verifikáláshoz. Tudok valami, megold, tudtok valami megoldást javasolni? hát több dokumentum is van. Tehát uh, nyilván, hogyha mindenféle személyhez kötött, akkor valami újat kell csináltatnod, ezzel valószínű túl réginek tűnik. A másik az, hogy útlevél, tehát az útlevél is lehetőség, és a vezetői engedély. De az útlevél is olyan legyen, ami ugye nyilván nem annyira régi. Ott fontos ugye, hogy nyilván ne, ne járjon le, de szerintem ha van ilyen kártyás vezetői engedélyed, az is megfelelhet nekik. Tehát háromféle dokumentummal ezt meg tudod csinálni, nem csak ez kell, de szerintem javaslom, hogy előbb-utóbb, a régi személyed van, tudsz kérni okmánycserét, azt uh, csináltasd az meg, egyszerűen arra hivatkozó, hogy ezzel már uh, többször gondod volt. <coughs> Szia Attila, az ennek a kérdésem, hogy melyik kereskedő applikációban van olyan beállítás, amely bizonyos ár alatt vagy felett jelez nekem, ha mondjuk figyelem a BTC chartot és egy bizonyos ponton be akarok lépni, venni vagy eladni és mondjuk beállítanám, hogy jelezzen nekem ha mondjuk az ár elérte azt a bizonyos szintet, és akkor írt, hogy a TMU-ben nézte, de hogy ő nem találta én például a, a, az FTX applikációban a régi blogfólió, ez egy teljesen ingyenes, letölted a telefonodra és itt be tudsz állítani célárat ahol jelezzen, és századékos növekedést is, tehát árat is, vagy egy századékos szinten, tehát ha gondolod, akkor ezt mindenképpen megnézheted. A számomra hogy hol hosszabb szösszenet, ezt azért hoztam igazából, hogy ö, tényleg azok foglalkozzanak a kriptó akik úgy ebben hisznek, és itt, itt kiderült Imre részéről, hogy ő ezt csinálja, figyeli minden, de igazából nem, nem, nem érezte annyira még át. Én már tavasz óta hallgatom ezeket az előadásokat, de továbbra is azt mondom, hogy ez egy teljesen komolytalan időtöltés, nap mint nap ugyanazt hallani, mert más csak hallok, csak most ennyi, meg annyi dollárt öntenek a nagybefektetők, az árfolyam meg, meg, sem mozdul. Múltkor azt mondtad, hogy mondjon, mondjon valai, valai ennél jobb, mondjon, ennél jobbat, igen. Valaki ennyi időt, amennyit hallgattam ezeket az előadásokat, megtanul forexen kereskedni, el tud érni 20-30%-ot havonta, az ez nagyon nem egyszerű, de el lehet érni, és ez elég stabilan minden hónapban megvan. Egyébként ezzel vitatkoznék. Tehát a Forex abszolút nem egy garancia. Tehát ha te annyit beleölsz a kriptóba, a, és nem csak, tehát hogy tényleg tanulod, akkor szerintem itt én, akkor így mondom, én jobb századékokat tudok itt ebből abszolút kihozni. Ez sokan próbálták, a tőzs, de abszolút nem garancia szerintem. Ez sem, tehát itt sincs garancia, de az, hogy az jobb, azzal én személy szerint vitatkozik. Ez például egy sokkal stabilabb, kiszámíthatóbb nyerességet tud hozni. Én már 65 éves vagyok, de az, hogy majd egyszerre távoli jövőben feltételet, feltétele feltehető, mint a valószínűségből talán elképzelhető, hogy valószínű, de nem biztos. Hát ez a kriptovilága egy szóval kiszámíthatatlan. Ez tényleg így van, de most 65 éves vagy, jó, most, de egyébként egy számos embernek, meg, meg teljesen belefér, hogy ebből 10 év múlva egyébként legyen valami. Az év végén újraírok, hogy az a bizonyos 100 ezer hol tart, ami megint csak egy bizonytalan számon kérhetetlen, de majd lehet, hogy Ö, nem az év végén, akkor majd tavasszal, ha tavasszal, meg majd nem, akkor nyáron. Bocsáss meg, de ez komolytalan szemfényvesztés, de azért sok sikert hozzá. Nyilván neked is a forex hogy hogyha abba találtad meg. Egy nagyon fontos, hogy én aztán végképp soha nem kampányolnék a kriptó mellett. Én nem itt a kriptó nagykövete vagyok, hogy te és mindenkit, és nem vagyok MLM Huszár, hogy ú, répebb a rendszerbe, mindenképpen csináld nagyon gazdag leszel tőle. Nem, soha ilyet nem mondok. De ahogy is csomóan csődbe mennek, belebuknak, iszonyú károkat szenvednek, én azt mondom, hogy én nekem ez bevált. Én ö, csinálom, és ezt a fajta módszert, ezeket a dolgokat megosztom veletek, hogy mit és hogyan, és akinek ez szimpatikus, azt tanuljon ebből, és ha úgy gondolja, akkor ő is egyébként csinálja. De én biztos, hogy nem vennék rá senkit. Amikor mindig valaki azt hogy és akkor kriptózzak? Ne, ne kriptózzál, tanuljál, és hogyha utána még mindig úgy gondolod, hogy na jó, akkor csinálom, na akkor kriptózzál, de azért, mert hogy látod, hogy mondjuk nekem sikereim vannak ezen a területen, azért ne kezdj el kriptózni, mert akkor nem tudod, hogy hogyan hogyan kezdjél hozzá, hogyan csináld. És én úgy gondolom, legalábbis ahogy én hozzáálltam az egészhez, nekem rengeteg, reng, több éven keresztül napi több óra van benne, hogy elérjem azt a szintet, ahol vagyok. Amhol most úgy érzem, hogy egész jó ö, döntéseket tudok már hozni, egész szépen tudok akkor lépkedni, nyugodt vagyok, van egy hosszú távú stratégiám, és innentől kezdve. Ök mindegy, hogy mi történik a piacon, én annak megfelelően alkalmazkodom, de nem vagyok kiszolgáltatva annak, hogy mi történik most egy hónap múlva, vagy két hónap múlva. Szóval én ezt így tudom csinálni. Aki a gyors meggazdagodást látja ebbe egyik napra másikra, azok nagyon sok embert ismerek, akik óriánsokat buktak. Mit nekem? Veszek egy ilyen stablecoin Stablecoin? De hogy is? Veszek egy ilyen shitcoin azt akartam mondani. Egy olyan gyorsan sokat ráteszek. Hát, ó, gyerekek, lát, tragédiák vannak, és nem értik meg az emberek, hogy ebben is hosszú távon kell gondolkozni, és sokat tanulni először, mielőtt bármit tudsz felmutatni. Szerencséd lehet, de a szerencsés csak addig tart, mint a kaszinóban. Tehát, hogyha azt mondod, hogy piros, ó, megpörgeted a ruletkerek, piros, ugye mondtam, még egyszer piros, 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 előbb-utóbb lesz fekete hiddel. És ha tudás nélkül csinálod, itt is így lesz. Egy shitcoin, ú, uh, fölment, ugye mondtam, másik, ú, uh, fölment, és kapzsi leszel, fogsz még rátenni, mi? És a következő, ú, és egészet buktad. A, tehát a többség így szokott járni. Ez abszolút nem járható út. És például Imre esetében nagyon jó, ha ez neki nem tetszik, akkor ne töltse az elmúlt fél évet ezekkel, ne nézze ezeket a videókat, tök értelmetlen időtölt, és én sem nézek olyanokat, amiben nem hiszek, hanem ott van akkor neki a jól bevált Forex, akkor azzal lehet csinálni. Viszont mindenkinek mondom, hogy attól még, hogy neki most működik az közel nem biztos. Óriási bukások vannak ott is, jó? Ilyen szempontból az sem jobb, és az én saját véleményem. Nos, fontos, hogy ilyenekről is beszéljünk, mert, mert, mert tényleg muszáj minél objektívabb videókat csinálni. Nyilván valami vélemény mindig van benne, innen vagy onnan, de mindig úgy próbálom ezt állalni, hogy számodra értetőek legyenek az üzenetek, és nem akarok elfogult lenni, ezért nem nálam egyetlen egy ilyen céget, coin, semmit nem látsz, hogy én bele akarlak rángatni valamiért. Hát miért tenném ilyet? Hogy mernélek én téged befolyásolni? Nem. Én azt szeretném, hogy informálódj, kapd meg azokat a híreket, amik alapján ha tudod, hogy mik az alapok, mert tanultál, képeztel magad, kurzusokat végeztél el, akkor onnantól kezdve tudod, hogy hogy kezeled. Ha ezben nem fektetsz bele, akkor igazából csak követni fogsz embereket, akik valami alapján döntöttek, nem is biztos, hogy jól döntöttek, és akkor onnantól kezdve azt mondod, ja, de, hát ő, ő azt mondta, hát azt mondta, jó, de te miért hitted el? Ha te utána jársz, te megtanulod, a tudás szereznek, hogy ezt tud mérlegelni. Nos, Ennyit akkor mára. Ha tetszik ez a tartalom, amit én napról napra készítek neked, nyomj egy lájkot, és ezzel segítsük a YouTube algoritmust, hogy ezt a videót még több emberhez el tudja juttatni. Ez a célom, hogy minél több ember, minél több hasznos infót tudjon begyűjteni, és csatlakozz te is ehhez a csatornához. Ha érdekel a kriptóvilága, ha te akarsz napra kész lenni ebbe, hogyha tényleg foglalkozol vele, és sikeres szeretnél lenni, akkor legalább legyen egy teljesen ingyenes információ forrásod, ehhez pedig nem, csinálsz, nem kell más tenned, mint feliratkozó gomb, csengetjű, összes, és már ismét az értesítő, ahogy fönt van az új videó. Holnap pedig jövök vissza a legfrissebb kriptóta és blokknál hírekkel, Mindenkinek szép napot, sziasztok!